Már a statisztikai adatok is bizonyítják, hogy a járványügyi helyzet jelentős nyomást helyez a családokra. Nő a gyógyszerfogyasztás, az alkoholos termékek is kedvezően fogynak a boltban, de a házasságok megszakításának mértéke is emelkedőben van. Olyan hatások érik az embereket, melyeket sok esetben egyedül nem tudnak megfelelő módon kezelni. Itt van ez a járványügyi helyzet, ami minden bizonnyal a családokra nagyon nehéz súlyt fektet, hogy összeüljünk szakemberek, akik esetleg segíteni tudnának ebben a helyzetben, hogy minél gyorsabban tudjunk reagálni az adott megkeresésekre. Elsősorban a segítségnyújtásának a lehetősége. Vannak olyan szervezetek, ahol szabad kapacitások vannak a mai napig is, és vannak olyan szervezetek, akik túlterítettek a munkában, hogy egymást segítsük egy munka megosztással, vagy akár egy gyors reagálás is lehetőséggel, hogy minél inkább itt helyben tudjuk megoldani az adott problémákat. Az emberek terheltek, egyre több mentális probléma fordul elő, egyre inkább a vírus helyzet magával ragadja a családokat, és éppen ezért nagyon szükség van arra, hogy itt minél több szakember segítsen a prevencióba, akár a mentális betegségek megelőzésében, de akár a táplálkozástudomány segítségével. Minden szakember, aki itt jelen van, azon dolgozik, hogy ezt a helyzetet próbáljuk javítani és segíteni a környékben élőket. Szabó Judit, a Kalódi Ifjúságot Mentő Missziós Támogató Alapítvány képviselője azt mondja, a partnerszervezetek együttműködésének minőségén múlik a prevenció sikere. Szenvedélybetegek nappali ellátása a mi feladatunk, ami azt jelenti, hogy a függőségekkel kapcsolatos széles spektrumban tudunk segítséget nyújtani a hozzánk forduló családoknak. Lehet az az érintett függőségükben szenvedő családtag és a hozzátartozók úgy szintén. A COVID helyzet kapcsán, vagy a jelenlegi helyzet kapcsán a tapasztalat az, hogy megnő a szerfogyasztás, vagy a rizikófaktoros, nagyobb veszélyeztetettebb korcsoport, vagy veszélyeztetett célcsoport, az elkezd rosszabb mintázatú drogokat szedni, beszorong, tehát, hogy ez egy valós veszély. A hatékonyságunk annyira sok tényezős, hogy ha valamit ki kéne emelnem belőle, akkor azt gondolnám, hogy leginkább az együttműködésem múlik. A motiváción múlik, nem a milyenken, az együttműködés milyenségén, és itt a kliensi kapcsolaton túl beszélek a városban való különböző partnerszervezetekkel való együttműködés milyenségén. A kerekasztal hatékonysága az mindenképpen az elköteleződésen múlik, hogy akik itt vannak, amiket beszélünk, problémákat, együttműködési lehetőségeket, azt valóban a jövőben végrehez is tudjuk vinni, és mindenki elszántan a maga területén egymást segítve, együttműködve meg tudjuk valósítani azokat a programokat, amiket most így úgy gondolunk, hogy hatékonyan tudja segíteni a jelenlegi járványügyi helyzetet.